szűrés. Hazánkban alacsony a koronavírus átfertőződés az országos felmérés szerint. Legszebb konyhakertek. Ebben az évben is benevezett Esztergom az országos versenyre. Köszöntöm nézőinket, Önök a Régió Televízió Esztergom naponta jelentkező híradóját látják. Reményt jelentett a súlyos állapotban lévő koronavírus betegek számára a vérplazma terápia, amit hazánkban is elkezdtek alkalmazni április óta. A vírusból felgyógyultak vérplazmáját használják, ugyanis a fertőzött beteg immunrendszere ellenanyagot, úgynevezett antitestet termel a vírus ellen, ezáltal tudja legyőzni a betegséget. A gyógyult és már egészséges emberek plazmájából egy különleges eljárással kész ellenanyagot tudnak kinyerni. Így a súlyos állapotú, legyengült immunrendszerű betegek készen kapják azt az ellenanyagot, ami elpusztítja szervezetükben a koronavírust. Továbbra is keresik a donorokat, azonban nem mindenki alkalmas vérplazmaadásra. Egyrészt le kell tenni minimum a 2 hét karanténidőnek, igazolni kell, hogy már nem fertőz a beteg, és igazoltnak kell lenni annak is, hogy megfelelő az ellenanyag szint a vérben, és tudomásom szerint 20 és 70 életév között veszik le a vérplazmát. A doktornővel készült teljes beszélgetést hamarosan kommentár nélküli összeállításunkban is láthatják. Hazánkban alacsony a koronavírus átfertőződésének mértéke. Többek között ezt állapította meg az országos felmérés, amely május eleje óta zajlik a Semmelweis Egyetem vezetésével, 4 hazai orvosképző egyetem bevonásával. A több tízezer főt tesztelő klinikai járványügyi vizsgálatokról május 12-én Merkeli Béla professzor beszélt egy videokonferenciáján. A Semmelweis Egyetem rektora elmondta, hogy a bevezetett megelőző intézkedések hatásosak voltak, tömeges megbetegedést nem okozott a koronavírus, és nem alakult ki a nyájimmunitás sem Magyarországon. A szakemberek a felmérés csaknem felével végeztek már, a tesztek a hétvégéig folytatódnak. Szabó Attila, a Semmelweis Egyetem rektorhelyettese szerint Budapesten 47%-os a szűrési arány, ennyi embert értek el azok közül, akiket a KSH adatbázisa alapján kiválasztottak. Hasonlóan átfogó vizsgálatokra szeptemberben kerülhet sor. További enyhítések várhatók a magyar-szlovák határon. Május 11-én már megnyitották a kis teherforgalom előtt a határt Esztergom és Párkány között. Farkas Iván az MKP ügyvezető elnökségének tagjaként a további könnyítésekről tárgyalt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel. Az MKP vezetésen levélben arra kérte a két külügyminisztert, hogy minél több határátkelőt nyissanak meg a szlovák-magyarország határon. Azt szeretnék elérni, hogy a munkába ingázók és a szétszakított családok tagjai minél több helyen lépessék át a határt Magyarország felé, hasonlóan Szlovákia, cseh és osztrák határszakaszaihoz. Európa egyik leghosszabb országhatára, Magyarország és Szlovákia között 687 km hosszú országhatár, nagyon kevés a megnyílt országhatár, pont ugye határátlépési pont. Mi azt szeretnénk, hogy minél több ilyen megnyíló, minél több lehetőség legyen ugye a 30 km-es körzetben kihasználva a kis határforgalmat ugye komfortosan átlépni, alapvetően ugye a munkába ingázóknak, és reménykedünk abban, hogy hamarosan a családtagok részére egyaránt. Sokan kényszerültek otthonaikba a veszélyhelyzet idején, és többen fel is szedtek magukra egy kis súlyfelesleget a rendszertelen étkezések és az egészségtelen ételek bevitele miatt. A híradónk által megkérdezett szakértőnk elmondta, hogy sosem késő az életmódváltás, az egészséges ételekre való átállás is bármikor elkezdhető. Fontos, hogy alacsony kalóriatartalmú ételeket fogyasszunk naponta legalább 3-szor. Nagyon fontos a reggeli, mert ez a szervezet napi beindítója. Ugyanakkor arra is figyelni kell, hogy mindenki személyre szabottan étkezzen, a korosztályának nemének megfelelő energia szükséglet szerinti energiabevitele javasolt. Akik felhalmoztak, azok nem fontos, hogy most egyszerre elfogyasszák azt a cukormennyiséget, lisztmennyiséget, inkább zöldségből, gyümölcsből, sovány, tejtermékekből, halakból, illetve húsokból fogyasszanak, és adagnyi vagy egy adagnál egy kicsit kevesebb mennyiséget, hogyha súlycsökkenést szeretnének elérni. A szakértőnkkel készült teljes beszélgetést hamarosan kommentár nélküli összeállításunkban is láthatják.
Ebben az évben is lehet jelentkezni a legszebb konyhakertek pályázatra. Esztergom város önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan idén is benevezett az országos versenyre, amelyhez június elejéig minden kertművelő csatlakozhat. A program célja, hogy minél többen műveljék a konyhakertjeiket, az a tudás, amelyet az idősebb generáció tagjai felhalmoztak, ne vesszen el, hanem tovább vigyék a fiatalok is. A versenyben bárki részt vehet. Bővebb információt az Enéke Pöttyöstéri irodájában lehet kapni, jelentkezési lapot kell kitölteni. Gyakorlatilag erkély, balkonkert, minikert, normálkert, zöldséges, gyümölcsös és vegyes felhasználású kert kategóriában lehet pályázni, és azt gondolom, hogy a kertművelés ebben a furcsa karanténos időszakban a legjobb szabadidős elfoglaltság. Tartsanak velünk holnap is, folyamatosan hétköznapokon 19 órától jelentkezünk friss híreinkkel. Kövessenek minket a honlapunkon a www.rtve.hu-n, illetve közösségi oldalunkon, valamint adásban is. További szép napot kívánok Önöknek, kellemes tévézést, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!